Hello, my friend. Stay a while and listen. Kezdetben nincs más, csak egy gyöngy, amely egy álmodozó, hatalmas, felfoghatatlan szellemet tartalmaz. Ő az egyetlen Anu. Anu egy idő után úgy gondolja, hogy a tökéletességre vágyik, és minden rosszat kivet magából. Ekkor létrejön a legfőbb gonosz, Tathamet. Ezután a két különálló lény, Anu és Tathamet harcolnak egymással a gyöngyön belül, számtalan évezreden keresztül, míg végül kimerülnek a csatározástól, és végső csapást mérnek egymásra. Az ebből eredő kataklizma mindkettőjüket elpusztítja, és minden teremtés alapját fogja képezni. Így jön létre a Pandemonium, az univerzum erőszakos születésének, az Anu és Tathamet között dúló csatának a sebe. Magja összekötetésként működik a mennyek és a pokol között. Ez a nagy ősenergia székhelye, amely folyamatosan új földeket képez a magja közelében, miközben szélei körül a darabok folyamatosan letörnek, a teremtést és a pusztítást fogja jelképezni. A Pandemonium egy olyan hely, ami meghaladja az emberek felfogását. És így érkezünk el ahhoz a fogalomhoz, amit már többen ismernek, az örök konfliktushoz. Mint minden démon, Diablo is részt vett az örök konfliktusban, a Primeverse azonban ritkán dolgozott együtt. Az együttműködés egyik nagyon jó példája az 5. gyémánt kapu csatája volt, és éppen amikor úgy tűnt, hogy a fő gonoszok megnyerik a nagy konfliktust, egymás ellen fordultak, és még a meg nem nyert zsákmányért harcoltak. Ezzel a viszálykodással a mennyország visszatudta őket űzni a pokol mélyére. Végül az Angiris tanács, az angyalok legerősebbjei próbálták elkapni Diablót. Viszont voltak olyanok is, akik nem akartak már részt venni az örök konfliktusban. Inarius arkangyal hosszú évek harcai után megpróbálta elhagyni a nagy konfliktust. Összegyűjti azokat az angyalokat és démonokat, akik szintén elszánták magukat a béke mellett, legfőképpen egy démont, Lilithet, akibe Inarius konkrétan beleszeretett. Az ő renegátjaik ellopják a Wordstone-t, tehát a világkövet, és arra használják fel, hogy létrehozzák a saját birodalmukat, ahol békében élhetnek a nagy konfliktustól távol. Ez lesz a menedék, vagy más néven Sanctuary. Inarius konkrétan létrehozott egy másik világot távol a mennytől és a pokoltól. Viszont a történet innentől kezd bonyolódni. A renegált angyalok és démonok gyermekeket nemzettek, és ezekből születtek a nefelemek, az emberek elődei. A démon és az angyali erők keresztezései, az emberek. Viszont a renegátok rádöbbentek arra, hogy ezek a nefelemek erősek, és egyre csak erősebbek lesznek, még végül náluk is erősebbek lesznek. Ráadásul óriási fenyegetést jelent számukra, hiszen akár a menny vagy a pokol is felfedezheti ezt a világot azzal, hogy ők életben vannak. Így hát Inarius hozott egy döntést a nagy nyomás és a félelem miatt, és úgy döntött, hogy megöli ezeket a nefelemeket. Viszont volt valaki, aki egyáltalán nem értett vele egyet, egy démon, Lilith. Ő egyszerűen nem tudott beletörődni ebbe a döntésbe, hiszen szüksége volt a félvérekre ahhoz, hogy végre leverjék a mennyet és a poklot, és inkább a renegátokra támadt rá dühében. Mikor Inarius rájött, Lilith mit tett, mivel megölni nem tudta a szerelmét, inkább száműzte őt a Voidba, ami egy üres világ és csak a sötétség létezik. A nefelemek ereje tovább nőtt, így Inarius úgy döntött, hogy arra használja a világkövet, hogy generációkon keresztül gyengítse a nefelemek erejét, és így lettek belőlük később a szimpla emberek. Aztán Inarius eltűnt és cserben hagyta a saját világát mindenféle irányítás nélkül. De az emberek egyáltalában nem tétlenkedtek, megalkották saját civilizációjukat, és később pedig, hogy visszaszerezzék az erejük egy töredékét, elkezdték a mágia tanulását. Viszont egy nagyobb mágus túlfeszítette a húrt a mágiával való kísérletezésnél, és véletlenül sikerült megidéznie a világára egy démont, amit hiába küldött már vissza a pokolba, a fő gonoszok rájöttek Sanctuary létezésére.
És így hát a pokol háborúzó urai felismerték, hogy sikerük kulcsa talán a halandók világa lehet. Egyedül a halandó emberek választhatnak a fény és a sötétség között szabad akaratukból. Ezzel a pokol urai sátrat vertek Sanctuary-ben és a háromság templomának hívták ezt a helyet. És ezzel kezdetét veszi a bűn háborúja. Inarius visszatér, hogy megvédje ezt a világot, és egy egyszerű földműves, Uldissian is belekeveredik a háromság és a fény egyházának konfliktusába, és Lilith, akinek valahogyan sikerült visszatérnie a Voidból, feloldja benne a rejtett Nephelem képességeket. Azt tervezi, hogy szolgának használja őt majd Inarius ellen. A háromság temploma és a fény katedrálisa megsemmisül, Inarius visszaűzi Lilithet az ürességbe, a világkő pedig megváltozik. Inarius valamikori alakítása a kövön, hogy elnyomja a nefelemek erejét, megszűnt a kőben, közben a mennyország serege betör a menedékbe és igyekszik felszámolni az emberiség förtelmét. Uldissian viszont minden angyalnál és démonnál erősebb lesz, és miután felszabadította teljes Nephelem erejét, úgy dönt, hogy feláldozza magát, hogy mind a mennyet, mind a poklot kiűzze a menedékből. Az energia felszabadítása megvonja az Edirem hatalmát, és visszaállítja a világkövet arra az állapotára, amelyben Inarius hagyta valamikor. A konfliktus végül azzal ér véget, hogy a mennyország és a pokol is beleegyezett abba, hogy tiszteletben tartják Sanctuary semlegességét a nagy konfliktusban, ez főként Tyrael-nek és Mephistónak volt köszönhető. Viszont Mephisto árat kért a békéért, nem mást, mint az arkangyalt Inariust. Az Angiris tanács saját kezüleg adta át neki, és ő pedig 300 éven keresztül a gyűlölet termeiben kínoszta. Miután a háború véget ért, a mágus klánok megpróbálták átvenni az irányítást a menedék felett, de két hatalmas mágus, Bartók és Horazon maguknak akarták a hatalmat, és nem tanulva a történelmük hibájából újfent démonokat kezdtek el idézni a menedékbe, és ezzel újabb háború kezdődött el. Mivel az emberek már nem bíztak meg a mágusokban, egy másik erő is született, Akarát jóvoltából, a Zakurum rend. Ha a Zakurum rendet szeretném egy kicsit jellemezni, akkor a papság és a paladinok rendjének is mondhatóak. És akkor nézzük meg egy kicsit jobban a démonokat, hogy egy kicsit nagyobb képet kapjunk róluk. A Primeval kifejezés többféle meghatározással rendelkezik, többes számban alkalmazva a 7 nagy gonosz közül a 3 legerősebbre utal. Mephisto a gyűlölet urára, Diablóra a terror urára, és Baalra a pusztítás urára. A kisebb gonoszok erős és befolyásos vezetők a démonok csoportjaiban, tehát végül is a pokolban. Ők a kisebbek, természetesen ezt idézőjelbe tenném, Duriel a fájdalom ura, Andariel a kínok leánya, Belial a hazugságok ura, és Asmodan a bűn ura. A bűn háborújának elvesztése egyfajta belső harcot alakított ki a pokolban, ami a főbb gonoszok számvizetésével járt. Tyrael arkangyal összegyűjti a halandó hősöket a Horadrimnak a létrehozásához. Átadja nekik a lélekköveket, amik a világkő darabjaiból készültek, és megbízza őket a legfőbb gonoszok felkutatásával és bebörtönzésével. De akkor nézzük meg egy kicsit, hogy mi is az a Horadrim. A Horadrim egyfajta testvériség, időnként Horadrim rendnek is szokták nevezni, vagy a fény kereszteseinek. Az ősi mágusok és varázslók testvérisége volt, amelyet maga Tyrael arkangyal hozott létre a három fő gonosz, tehát Diablo, Mephisto és Baal elleni küzdelem érdekében, amikor a halandó birodalomba száműzték azokat. Ahogy Tyrael elrendelte, a rend legalapvetőbb tétele az igazságosság és a béke fenntartása. Szimbóluma egy 8-as ábra, a közepén egy borostyán drágakővel. Azt mondják, hogy bár a Horadrim egy hatalmas rend volt, olykor talán túlságosan is büszkék voltak. Mivel a lélekkövek megmagyarázhatatlanul a démonok eszenciájára voltak hangolva, a Horadrim képes volt minden gonoszt levadászni.
Mephisto volt az első gonosz, akit elfogtak, és a lélekkövét a Zakurum rendre bízták rá, akik azt a fény temploma alá temették. Bale volt a második, bár a lélekköve összetört, de egy mágus Ta-Ra-Sha azonban önként vállalta, hogy ő maga lesz a gonosz börtöne. A legnagyobb szilánkot a mellkasába mélyeztve Aranok homokja alá temették, és a sorsa az volt, hogy Bale szellemével küzdjön örökre. Végül Kandurasban Diablo vereséget szenvedett, és szintén bebörtönözték, lélekkövét egy barlanghálózatba rejtették el, amely fölé katedrális temeltek, talán későbbi nevén már ismerősebben cseng, Tristanba. És így jutunk el a Diablo 1-nek a történéseihez. Leoric király Kandurasz uralkodója egykor áhítatosan követte a Zakurumi hitet, és a Zakurumi rend választotta meg királynak, de Diablo megrontotta és elvesztett mindent, amit felépített. A király nem tudott arról, hogy a Zakurumot Mephisto megrontotta, és hogy Lazarus a befolyása alá került. Lazarus megtalálta Diablo börtönét, és eredetileg Leoric királyt akart a Diablo új testének, hogy újjászülethessen. De Leoric királynak a hite valamiért megvédte a megrontástól, így hát inkább úgy döntött, hogy elrabolja Leoric király fiatalabbik gyermekét, Albrecht herceget, és őt választja ki Diablo új testének. Albrecht elvesztése után Leoric elméje teljesen elborul, és mindenkiben csak az ellenséget látja. Mindenkire azt hiszi, hogy köze volt fia elrablásában, és mészárolni kezdte saját városának lakóit. Végül saját lovagjai voltak azok, akik megölték a királyt, mert nem lehetett őt visszahozni a fényre. Mielőtt meghalt volna, viszont elátkozta őket, hogy haláluk után is őt kell, hogy szolgálják az idők végezetét. Később három hős jelent meg, hogy szembeszálljanak a démonokkal, Jazret, Morena és Aiden, és mint kiderült, az utolsó nem volt más, mint Leoric idősebbik fia. Bár megállították a feltámadott Leoricot és Lazaruszt, de Lazarus befejezte a rituálét, Diablo megkapta az új testét Albrecht személyében. Aiden volt az, aki végül végzett Diablóval, és mivel tudta, hogy a halála csak ideiglenes és vissza fog térni, úgy döntött, saját magát fogja használni arra, hogy lassítsa a Diablo újabb feltámadását, azzal, hogy magába döfte a lélekkövét. Na persze, ez valahol Mephistónak a tervei között volt. És így jutunk el a Diablo 2 eseményeihez. A három hős eltűnésével újabb pusztítás kezdett kibontakozni, és erre a hívásra már 5 hős válaszolt. Ezen hősök csoportja megkezdi Diablo és testvérei levadászását, és egy bizonyos vándornak a nyomába erednek, aki természetesen Aiden volt a testébe zárt Diablóval. Kiderül, hogy a kisebb gonoszok közül Andarielt és Durielt is megidézték Sanctuary-be, hogy lassítsák a hősöket utolérni Diablót, akikkel meg kellett, hogy küzdjenek. Először Andarielt találják meg, akit nagy nehézségek árán győznek le, aztán a hősök Ludgolainbe utaznak, ahol Ta-Ra-Sha sírjában elpusztítják Duriel démonurat és megmentik Tyrael arkangyalt. Közben kiderül, hogy Baal megszabadult a lélekkövétől, és most már Diablóval együtt átszedik az ikertengereket, hogy eljussanak Mephistóhoz. A sötét vándor befejezi az átalakulását, és végül Diablóvá változik. Mephisto és a megrontott Zakurumi főpapságot a hősök csapata viszont legyőzi Kurast dzsungelje alatt. A hősök beutazzák a Pandemóniumot is és annak erődjét, ahol legyőzik Izuált, a mennyország árulóját. Izuál egykor a mennyek szolgálatában álló angyal volt, és Tyrael legmegbízhatóbb hadnagyaként szolgált a nagy konfliktus idején. Izuál bukása úgy kezdődött, hogy rohamot vezetett a Hellforge ellen Tyrael akarata ellenére. Izuált legyőzték a démoni légiók, elfogták a legfőbb gonoszok és elárulta a mennyország titkait. Feladta a lélekkövek titkát és azt, hogy hogyan kell megrontani őket. Izuál egykori énjének romlott árnyéka lett, egy bukott angyal, akiben sem a menny és sem a pokol nem bízik már. Szellemét szörnyű teremtménybe kötötték, amelyet a Voidból idéztek meg.
A hősök Mephistót és Diablót legyőzték, és lélekköveiket a Hellforge-ban elpusztították, ahol angyali és démoni fegyvereket lehetett készíteni, illetve elpusztítani. Végül Bean nyomába eredtek, Bael és serege az Areat hegyen vonul át, és azért, hogy megrontsa a világkövet. Az Areat hegy volt a legmagasabb hegy Harrogat közelében, és a Wordstone egykori nyughelye. Bár a hősöknek sikerül legyőzni Bael-t, Tyrael felfedezi, hogy Bael-nek sikerült megrontania az Areat hegyen található Wordstone-t, felismerve, hogy a világkövet már nem lehet helyreállítani, Tyrael kénytelen elpusztítani, és ezzel önmagát is. A robbanás feldúlja az Areat hegyet, az egész vidék nagy részét és megtizedeli Bael seregét is. A Prime Evil-öket legyőző hősök visszatérnek az otthonaikba a családjukhoz, Kane pedig tudja, hogy a világkő megsemmisítésének köszönhetően a menedék kapui most már nyitva vannak mindenki előtt. Elkezdi keresni a halandó birodalom megmentésének az eszközeit. És így jutunk el a Diablo 3 eseményeihez. 20 év után Tyrael-nek sikerül visszanyernie a fizikai formáját, és visszatér a mennyországba és megidézi Eldruint. Eldruin az igazság kardja, Tyrael arkangya fegyvere, az Eldruin állítólag maga az igazságosság szimbóluma, egy teljes mértékben egyedülálló fegyver, ami képes legyőzni minden létező ellenséget. Úgy tartja a legenda, hogy a penge nem árthat az igaz szándékú lényeknek. Ezt csak azért mondom el, mert itt erre majd visszatérnék majd egy szösszenetre. Tyrael-t a feltámadása után Imperius számon kéri, hogy miért is avatkozott bele a halandók ügyeibe. Tyrael pedig úgy dönt, hogy inkább halandó formát fog ölteni, hogy segítse az embereket, és így leereszkedik a menedékbe. New Tristamnak a környékén sikerül becsapódnia egyfajta hullócsillag állapotában, és később elfelejti, hogy ki is ő valójában. A becsapódás következtében Eldruin kardja szilánkokra törik, és később, nem sokkal ezután, megjelenik a Nephilim is New Tristam falujába, hogy kivizsgálja ennek a furcsa csillagnak a lehullását. Lia Deckard Kane fogadott unokahúgával is találkozik, akinek a kérésére megtalálja Kane-t a becsapódott csillagnak a kráterében, majd rájönnek, hogy az égből lehullott tárgy valójában egy ember, aki nem emlékszik másra, csak egy kardnak az elvesztésére. Ugyebár ez a kard lenne Eldruin kardja, ami szilánkosra tört, és a Nephilim megpróbálja összegyűjteni ennek a töredékeit. Keresése során felfedezi az emberek ősi faját, a Nephilimek létezését, amely az angyalok és a démonok egyesüléséből erednek, amelyek természetesen az ő elődjei is. De voltak mások is, akik a kardra áhítoztak, mint például Magda, a démoni Kabal szekta élén álló boszorkány, és miután Magda elrabolja Kane-t, megpróbálja rávenni a kardnak a helyreállítására. De Lia újonnan felszabadult ereje menekülésre készteti. A halál küszöbén álló Kane utolsó erejét felhasználva javítja meg a kardot, és megkéri a Nephilimet, hogy adja oda az idegennek. A Nephilim megtalálja és átadja neki a kardot, és itt derül ki, hogy ez valójában Tyrael arkangya volt, aki eléggé csalódott abban, hogy társai nem voltak hajlandóak megvédeni az embereket, és ő úgy döntött, hogy halandóvá válik, figyelmeztetni az emberiséget egy nagyon nagy veszélyre, méghozzá Ezmoden a bűn urának és Belialnak a hazugságok urának megjelenésére. A trió úgy dönt, hogy meg szeretné bosszulni Kane-nek a halálát, és így Magdát kezdik el üldözni Caldeum városába, amelyről kiderül, hogy gazdája Belial hatása alatt van. A boszorkány megölése után megmentik Lia édesanyját, Adriát, aki felfedi számára, hogy létezik egy fekete lélekkő, amely lehetővé teszi az alvilág hét urának bebörtönzését és megsemmisítését. Ennek megszerzéséhez a Nephilim feltámaszt egy ősi Horadrimot, Kul Zoltánt, aki valamikor elkezdte a fekete lélekkőnek a kidolgozását, hogy éppenséggel csapdába tudja zárni a démonokat. Ezután kiderül, hogy a fekete lélekkő már magába szívta korábban a legyőzött démonok, tehát Andariel, Duriel, Mephisto, Diablo és Bael lelkét is. Természetesen Kul Zoltán éppenséggel nem arra akarta használni a fekete lélekkövet, hogy segítsen, hanem éppenséggel pont arra, hogy hatalomra törjön, ezért a Nephilim
és csapata végzett vele. Végül a csapat Belial és Asmodan lelkét is bezárja a lélekkőbe, így hát az összes gonosznak a lelke most már a fekete lélekkőben van, már csak az elpusztítás lenne a következő lépés. Viszont Adria a boszorkány elárulja őket, és kiderül, hogy Diablo szolgálatában volt mindvégig, és az is kiderül, hogy Lia valójában annak a hősnek a leánya, aki legyőzte Diablo Tristanban, mielőtt megszállta volna őt, tehát Aiden herceg leánya. A lányát feláldozva pedig Adria új életre hívja Diablót, és most már ez a Diablo teljesen más, mint az eddigi volt, hiszen az összes gonosznak a lelke az ő testébe van bezárva, tehát egyfajta fúzióként majdnem olyan erős, mint az ősdémon Tathamet. Diablo pedig abban a pillanatban rögtön nyit egy portált, és egyből a mennyek felé veszi az irányt, ahol találkozik régi ős ellenségével, Imperiusszal. Viszont, ahogy már említettem, ez a Diablo egy kicsit más, mint az eredeti, hiszen az összes gonosznak az ereje őt szolgálja. Mivel az arkangyalok nem tudták megállítani Diablót, így minden hitüket a Nephilimbe fektették, és neki sikerült megállítania és legyőznie Diablót. Az égiek is megmenekültek, és az arkangyalok kénytelenek voltak megköszönni az emberek segítségét. Tyrael megtartva a halandó testét, helyet talál újra az Angiris tanácsban, most elfoglalva a bölcsesség aspektusának a helyét. Viszont az eredeti bölcsesség aspektusa nem volt más, mint Malfail. Viszont ha ő nincs itt és Tyrael lett az új bölcsesség aspektusa, akkor hol van Malfail? És végül, de nem utolsó sorban, így jutunk el a Diablo 3 Reaper of Souls-hoz. Miután Diablo vereséget szenvedett, a lelke a fekete lélekkő csapdájába került, és az Angiris tanács elfogadta, hogy a lélekkövet a fenséges mennyekben őrizzék, de Tyrealnek nem tetszett ez a megoldás. Erős, halandó embereket kezdett maga köré gyűjteni a menedékből, majd megalapította az új Horadrim rendet. Segítségükkel Tyrael ellopta a fenséges mennyekből a lélekkövet, majd megtervezte, hogy elrejti Corvus romvárosa alá. Eközben valaki figyelmesen követte Tyrael minden lépését. Ő volt Malfail, az egykori bölcsesség angyala, akit megviselt a teremtés misztikuma. Elhagyta a sajátjait, hogy tanulmányozza a lelkek természetét, és így lett belőle a halál angyala. Viszont, hogyha visszaemlékeztek, akkor volt egy olyan rész, amikor beszéltem Eldruin kardjáról, hogy csak azokat sújtja ez a kard, aki nem az igazság mellett áll. Viszont, hogyha jobban megnéztétek, akkor Malfailt egyáltalán nem sebezte meg a kard, sőt, konkrétan át is suhant rajta. Szóval ez akkor azt akarta volna jelenteni, hogy valójában Malfail a helyes dolgot tette? Vagy igazából csak azért nem ért hozzá a kard, mert hogy ő is egy arkangyal még mindig? Nos, esetleg, hogyha valakinek van valami teóriája ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan a komment szekcióban leírhatja a véleményét, nagyon szívesen várom. De kanyarodjunk is vissza a történethez. Miután a Nephilim végzett a Prime Evil-ökkel, Malfail úgy határozott, hogy kiirtja a démoni vérvonalhoz tartozó összes létformát, tehát élőlényt, köztük magát az emberiséget is, ezáltal véget vetve az örök konfliktusnak. Ezért követte Tyrealt az ellopott fekete lélekkő titkos rejtek helyére, majd megtámadta egykori testvérét, és megszerezte magának a lélekkövet. Malfail a csata közepén viszont összetörte a fekete lélekkövet, miközben a Nephilimmel harcolt, majd felemésztette és szabadjára engedte újra a fő gonoszoknak az erejét, de nem menekülhetett a saját végzetétől. A Nephilim elpusztította őt, és egy hatalmas energiarobbanás közepette, a lelkek távoztak Malfail testéből, köztük Diablói is. Tyrael csodával tekintett a Nephilimre, aki képes volt felülkerekedni a poklok és a mennyek bajnokain, viszont attól tart, hogy végül egy nap a Nephilim is el fog bukni, és ugyanazon a romlottságon fogja felemészteni saját magát, mint az arkangyalok legnagyobbját is, Malfailt.
És hát akkor meg kellene említenem azért a Diablo 4-et is, természetesen csak amit tudunk erről. Tehát az egyik legősibb gonosz, aki olyan ősi, mint maga a világ, Lilith a gyűlölet lánya, éppenséggel Sanctuary alkotója, kiszabadult a hármak akaratából, kiknek vére volt a kulcs, hogy Lilith évmilliók után visszatérjen és szabadjára engedje a világra a gyűlöletet, a gyötrelmet és a kárhozatot. Abban az egyben biztos vagy, hogy látni fogjuk Lilithet és éppenséggel Inariust is, ahogy összecsapnak egymással, de természetesen ez egyelőre még csak a jövő zenéje. Ha viszont vannak teóriáitok a Diablo 4-jel kapcsolatban, szintén várom a komment szekcióba.